Már nem elég a citológia a HPV megállapításához, még mindig rengeteg a tévhit azzal a vírussal kapcsolatban, amely több nőgyógyászati daganatot és egyéb betegséget is okoz. De mégis akkor mi a megoldás, hogyan lehet hiteles vizsgálati eredményt kapni, és mi a teendő, ha a teszt pozitivitást mutat? Erről is beszélgetünk a következő fél órában. Sefcsik Annát köszöntöm a stúdióban, aki a Baba Genetika Egyesület alapítója. Szervusz Anna, szeretettel köszöntelek. Szép jó napot mindenkinek, köszönöm, hogy itt lehetünk. És köszöntöm dr. Hernádi Balázst is, aki nőgyógyászati daganatsebész, az FHM Rendelő igazgatója. Igazgató úr megengedte, hogy tegeződjünk. Szervusz Balázs! Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat! Az első és legfontosabb kérdés: citológia, gyors teszt, lassú teszt, vérteszt. Melyik vizsgálat ad hiteles információt a jelenlévő HPV-ről? Először is a legfontosabb az, hogy a szűrésre el kell menni. Ez a kezdő lépés. Az, hogy milyen minőségű a szűrés, az a második fontos dolog. Ma már azt tudjuk, sőt régóta tudjuk, hogy talán önmagában a mély nyaki sejtkenet az nem a legmegfelelőbb a szűrésre. A találati hatékonysága, bizonytalansága, a mintavétel módja miatt ezt ki kell egészíteni. Önmagában az az eredmény nem lehet megnyugtató, akár negatív, akár pozitív. Emellé a HPV-teszt bevezetését javasoljuk, illetve önmagában talán a HPV szűrés, mint megelőzve a citológiát, talán még fontosabb, vagy még nagyobb értékkel bír. Akkor kanyarodjunk vissza a kérdésre: a lecsippentés maga a citológia? Nem csippentünk, hanem egy kis kefével erről a folyamatosan megújuló zónából, a mészáj csúcsi részéről veszünk mintát, és ezt kenetre kenjük ki, illetve egy folyadék közegbe helyezzük. De eddig ezt úgy szokhattuk meg a nőgyógyásznál, hogy egy mintavétellel levette a HPV vírus tesztet is, ugye? Tehát ez már a... HPV-teszt eddig nem így volt, ez csak egy citológiai vizsgálat volt. Az, hogy most ezt egyszerre is meg lehet tenni, ez az, amit javasolunk, hogy egyszerre a kettő legyen meg. És akkor az egy mintavételből két vizsgálati eredményt kapunk. Egy citológiát, tehát hogy rákos elváltozási jelenlétet, avagy nem létezést, és a HPV pozitivitást vagy negativitást. Lényegében igen. Igen, és akkor ezután lehet tipizálni a HPV-t, ahhoz egy új vizsgálat kell? Hogyha pozitivitás van a HPV-t tekintve, vagy a kikent mély nyaki kenetet tekintve, akkor igen, kell is tipizálni, meg kell határozni, ez egy magas kockázatú. Hogyha egy magas kockázatú HPV igazolódik, és egy citológiai eltérés, akkor pedig az összefüggést kell közötte keresni. Azt mondta, hogy nem feltétlenül elég a mély nyaki mintavétel, ezt jól értettem? Önmagában a kenet nem elég. És mi kell mellé? Biztos. Vagy az, hogy ismerjük a HPV hordozást, hogy van-e vagy nincs, mert hogyha nincs, akkor az lényegében egy nyugalmat kell, hogy jelentsen. Magas kockázatú HPV mentesség esetén azért a mély nyak daganatos betegsége az nagyon elhanyagolható. Oké, a hordozás ez esetben mit jelent? Van-e olyan, hogy valakit HPV-vel diagnosztizáltak, és idővel a HPV nem kimutatható, vagy eltűnt? Hogy fogalmazzunk? Életkori lefolyást tekintve, vagy életkor szempontjából rengeteg HPV-vel lehet találkozni, és találkoznak is, nők is és férfiak is. 25 éves kor alatt óriási a esélye a párkeresés időszakában, hogy valaki akvirálja ezt a vírust. Nem lesznek daganatosak ezek a nők, nem ez a lényeg, hanem az, hogyha valakinek mondjuk 25 éves kor után állandóan és rendszeresen egy teljesen tünetmentes szűrővizsgálattal magas kockázatú HPV-t találunk, őket mindig figyelni kell, továbbra is kell a szűréseken a részvételük, és hogyha ebben látunk mondjuk összefüggést, hogy a citológiai eltérést mégsem gyulladás okozta, hanem a HPV, akkor még további vizsgálatok szükségesek. Hamarosan rákérdezek az oltásra, mert hogy a 14 éves lányoknak ingyenes, illetve a általános iskolában járó fiataloknak ingyenes, de félig is fölmerül a kérdés, hogy az idősebbek kezdjenek-e bármit az oltással, van-e értelme védőoltást felvenni. Előtte azonban Sefcsik Annához fordulok, aki a Baba Genetika Egyesület alapítója, és aki nem először vendégünk HPV-vel kapcsolatban, de mindig felteszem a kérdést: téged mi motivál, miért tűzted a zászlódra, miért tűzte az Egyesület a zászlajára a HPV-t, illetve az elleni védekezést? Hát én azt gondolom, hogy az, hogy felhívjuk a szűrővizsgálatok fontosságára a figyelmet, az nagyon-nagyon lényeges. Van a Máriavirág Alapítvány, aki ugye kifejezetten a HPV-vel kapcsolatban segít, és azt gondolom, hogyha valakinek segítségre van szüksége, én rendszeresen hozzájuk szoktam tovább irányítani az érintetteket, illetve a szakértőinkhez, akik ebben a témában vannak, mint a doktor úr is. Viszont nagyon fontos az, hogy azért is szeretünk erről beszélni, mert azt tapasztalom, hogy nagyon sok olyan információ van, amiben kell a segítség. Például te most a lányokat említetted, de a fiúknak is jár az oltás. És bocsánat, a fiúknak is szükséges. Így van. És amit én kiemelten fontosnak tartok, hogy én is például Anna a lányaimat, ők szerintem pont az első körbe voltak, amikor előjött az, hogy ugye oltatás. Én megkérdeztem erről az akkori nőgyógyászomat, a házi orvost, a gyerekorvost és az anyukámat, aki gyógyszerész, hogy ő mit javasol ebben kapcsolatban, hogy merjünk, nem merjünk oltatni. Ők mind azt mondták, hogy igen, ettől függetlenül azt érzem, hogy ma már hál' Istennek a szülők nagy része beoltatja a gyermekét, viszont mi szülők nem vagyunk oltva közben. Tehát, hogy ez is nagyon érdekes. Ennek mondjuk az is az oka, hogy nem olcsó ez az oltás. Én úgy lettem ebben a témában pluszban érintett, hogy annó elmentem egy ilyen STK-s citológiai vizsgálatra, ahol megkaptam az eredményt papír alapon, hogy HPV gyanúval, amit nyilván nem értettem, hisz akkor messze nem voltam annyira tájékozott ebben a témában, mint most, és senki nem mondott semmi további. Tehát így szépen fellőttek a levegőbe, nyilván megijedtem, hisz a HPV szóval már találkoztam, nyilván meggyanúsítottam a férjemet mindennel, mert ugye ilyenkor ez a másik, amit ugye elkezdenek, hogy ettől megijednek, és aztán elküldtek egy olyan szakemberhez, aki abszolút HPV-ben specialista, és akkor ő nagyon szépen tájékoztatott erről az egészről, hogy mi a HPV, mire kell figyelni, levett egy HPV-szűrést, ami hál' Istennek negatív lett, de minden nagyon szépen elmondott, és megnyugodhattam. És ez az, ami továbbra is, ugye, és ez a Baba Genetika vesszőparipája, a hiteles egészségügyi tájékoztatás, tehát nagyon nem mindegy, hogy mit és hogy mondanak, és mikor el. És nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy ugye kapnak egy leletet, amire ott van mondjuk, hogy magas kockázatú, nincsen tipizálva, nincsen semmi, megijed, és nem mondják el neki a hátterét. És azért is szerveztük most ezt a kampányt, hogy minél több emberhez eljusson az, hogy mi az a fontos, ami ilyenkor a következő lépésként javasolt, és kik azok a szakemberek, lásd ugye a doktor úr is, akihez érdemes fordulni magas kockázatú HPV-s lelettel. Doktor úr, mitől véd az oltás, és mely életkorban érdemes oltatni? Hát a szexuális élet megkezdését megelőzően célszerű, ez a 9 éves kortól 9-12 éves gyerekek oltása, így van, fiúkat és lányokat is egyaránt. Ugye itt az a lényeg, hogy még őket mielőtt az immunizálás megtörténne, a természetes immunizálás, még azelőtt tegyük védetté, azok ellen a típusok ellen, magas és alacsony kockázatok ellen, amikkel vélhetően fognak az életük során találkozni. Hogy visszakanyarodjak a kérdésre, idősebb életkorban is van szerepe, de nyilván minél több ilyen együttlét, vagy minél idősebb valaki, annál kisebb a jelentősége van a saját immunrendszerünk, az ugyanúgy felkészíti a szervezetet. Tehát akár a HPV-t le is győzheti az immunrendszer. Pontosan, csak ugye ezek relatíve azért drága oltások, most a teljes populációt beoltani életkorra emiatt nem célszerű. Egyébként a védőoltás a HPV összes típusa ellen véd? Nem. A leggyakoribb komponenseket tartalmazza. Ugye van egy eloszlás a földrajzilag, hogy hol, melyik országban, melyik földrészen, mely HPV típusok azok, amik a leggyakrabban előfordulnak a magas kockázatúak közül, ezeket tartalmazzák. És ezek rákot okozhatnak? Hosszú évek alatt, bizonyos körülmények között, igen. Mi mindent okozhat még a HPV? A leggyakoribb, amit a HPV okoz, az a szemölcsös elváltozás, azon túl, hogy teljesen tünetmentes. Tehát a leggyakoribb hatás az, hogy nincs hatása, de ha mégis meg kell említeni, akkor például az ilyen különböző nemiszervi szemölcsöket. Rosszindulatú daganatok között a nemiszervek daganatai, a szeméremtest, vagy a ményak, ugye, amit ismertünk, de ugyanúgy a vébbély körüli daganatok, pénisz daganatok, illetve a torok szájüregi daganatokban van szerepe. És már is eljutottunk a férfiakhoz. Anna, a ti látókörötökbe eljutnak érintett férfiak? Abszolút, már amikor először szerveztem kampányt, már kerestek ezzel, hogy férfiak is szeretnének így menni a vizsgálatra. Azért azt így mindenképpen hozzátenném, amire célzott a doktor is, hogy attól, hogy van valakinek oltása, attól ugyanúgy kell szűrővizsgálatra járnia. Tehát, hogy a kettő az ugye együtt járó fontos dolog, és az is fontos, hogy ilyenkor a férfi oldalt is megnézzük, és adott esetben ő vele is foglalkozva kezelve legyen, mert náluk is megelőzhető így mondjuk egy daganatos megbetegedés kialakulása. Tehát én azt gondolom, hogy az információáramoltatás és az edukálás az fontos mind a két félnek, de az is fontos, hogy most a férfiak, akik hallgatják ezt a műsort, igenis megkérdezzék a feleségüket, hogy elmentek-e már az idei rákszűrésükre. Mert bármennyire is okosak vagyunk, meg tájékozottak, azt gondolom, hogy az élet az úgy elvisz minket, meg a rohanás, hogy így nem megyünk el szűrővizsgálatokra sajnos. És akkor tulajdonképpen, ha gyakorlati példát veszünk, mit kell mondani? Kérek szépen a rákszűrés mellé egy HPV-tesztet? Abszolút elmondható ez. Na most itt jön egy nagyon fontos rész, amit én, mint civil szervezeti képviselő merek itt mondani, hogy a szakmát. Tehát, hogy a szakmával is azért erősen vannak problémák, mert a mai napig találkozom olyan orvossal, aki azt mondja, hogy elég a citológia, és ha ott előjön gyanú. Na most, amit itt nagyon fontos megemlítenünk, ez a biomarker vizsgálat, amivel most ez a kampány kiegészül, mert hogy pont ez a biomarker vizsgálat volt az, amit így kipróbáltak embereken, és igenis kijött az, hogy citológia negatív esetekben a biomarker pozitivitás kimutatta azt, hogy elindult már a rákos sejtek burjánzása. Tehát ezért nagyon fontos, hogy igenis ne adjuk fel és kérjük a HPV-t is az orvosunktól, és ebben az esetben, hogyha ő ezt elutasítja, akkor menjünk másik szakemberhez. Anélkül, hogy mást kritizálna, mert nem erre akarom elvinni a beszélgetést, de azért beszéljünk a szakmáról, mert Anna is felhozta, és bennem is felmerült. Ugyanis ő azt a kifejezést használta, hogy HPV specialistához ment. Ezek szerint a nőgyógyász szakmában nem feltétlenül mindenki HPV specifikus. Nem annyira szeretem az ilyen specialista kifejezéseket. Egy bizonyos alapvető tudással szerintem rendelkeznie kell minden nőgyógyásznak. Szerintem is, de rendelkeznek? Nem, én kimerem mondani. Okay. És itt fontos az, hogy iránymutatás is, mikor és hogy van, és erről inkább szerintem a doktor úr tud beszélni, csak ezt én mertem mondani. Ugye, amikor egy egyszerű HPV nélküli citológiai lelet negatív, az egy egyszerű kérdés. Azt hiszem, hogy ehhez nem kellene külön képességek. Ha már szóba került, hogy mégis megtörténik a HPV-nek a szűrése, mert gyanú volt rá például, tehát nem automatikusan, hanem mondjuk a citológia alapján, és pozitivitást mutat. Az egy fontos kérdés, hogy azt megállapítsuk, hogy van-e köze a magas kockázatú HPV-nek és a valamilyen rákmegelőző állapotnak. Erre vannak ezek a biomarker vizsgálatok, ezek évek óta zajlottak a kifejlesztésük, hogy melyik lenne a legoptimálisabb, melyik úton célszerű menni. Ez a DNS-metilációs vizsgálat is például ezt hivatott igazolni, hogyha ennek a foka elér, tehát elég magas szintű a metiláció, akkor valószínű, illetve nagy bizonyossággal ez a HPV az, ami létrehozta ezt az elváltozást, és nem a gyulladás, vagy valamilyen más tényező. Ebben az esetben, vagy bármely olyan esetben, amikor a HPV nem ennyire előre haladott, mi a kezelési módszer? Általában immunerősítő kúrák szoktak történni. Korábban azt mondtuk, hogy az immunrendszer önmagában is nagyon erős, és nem kell semmit tenni két vizsgálat között. Ugye kontrollra, tehát a kiemelt populációnak azokat a tagjait, akik ezen a szűrésen úgymond fennakadtak, őket kontroll alatt kell tartani, vissza kell hívni őket. De ebben az időszakban, mi általában az egy 3 hónap, ennyi időt kap a saját immunrendszerünk arra, hogy legyőzze fertőzést, lehet különböző kezeléseket alkalmazni, és ezek a legtöbbször akár hüvely úton, akár szájon átszedett olyan készítmények, amik fokozzák a védekezést. Egyébként a rendszeres szűrés, tehát mondjuk negatív lelet esetében évenkénti szűrést jelent? Hogyha HPV negatív valaki, méhnyak szempontjából nem szükséges évente menni. Magas kockázatú HPV-menteseknek akár 3 évente is elég lenne. A nőgyógyászhoz nem csak ezért kell menni. A mi munkánkban a méhnyak szűrése az csak az összes többi között. Mit emelne még ki? fontos az emlők rendszeres önvizsgálata, szűrése, felhívni a figyelmet arra, hogy doktor úr, itt van valami, ez nem volt ott korábban. Valamilyen alhasi fájdalom állandóan ugyanakkor jelentkezik, például menstruációkor, vagy a különböző folyások, panaszok, amik érdekes módon jelentkeznek, vagy csak állandóan jelen vannak. Ugye ezek mindennapos problémák a praxisunkban. És akkor Sefcsik Annának adom a szót, aki a Baba Genetika Egyesület alapítója, mert hogy jövő héten kezdődik a kampányotok. Így van. 12-től 16-áig lesz most egy országos kampány, és arra vagyunk nagyon büszkék, hogy most már több mint 30 rendelő csatlakozott ehhez a kampányhoz, így az országban 10 városból is. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki szeretne elmenni most így szűrésre, az így megteheti. És az a nagyon fontos, hogy most ugye egybe van a HPV szűrés a citológiával, és abban az esetben, hogyha kijön a pozitivitás, akkor ezt a biomarker vizsgálatot, amit itt emlegettünk a doktor úrral, megkapják így térítésmentesen hozzá. Úgyhogy azért nagyon nem mindegy, hogy mikor tudunk meg valamit. Ugye ez a babagenetikában megint egy ilyen vesszőparipám, hogy azért itt az időfaktor nagyon fontos. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy aki teheti, nézze meg így azt, hogy hol vannak ezek a rendelők, akikhez el lehet menni. Biztos, hogy lehet még időpontokat is találni, de nekünk a Baba Genetikánál is írjanak nyugodtan, segítünk nagyon szívesen eljutni így egy vizsgálatra, de kampányhéttől függetlenül is. Tényleg csak az, amit így szeretnénk, hogy érezzük azt, hogy menjünk. És pont, amit a doktor úr mondott, nem kell évente járni, hogyha minden rendben van. A HPV szűrésre teszem hozzá, tehát szűrővizsgálatra, igen. Doktor úr, hogyan terjed a HPV? De jó kérdés. Ugye ez bőr-bőr vagy bőrnyálkahártya kontaktussal terjed. De a szexuális aktivitással abszolút szoros összefüggés mutat, nem kizárólag így terjed, de ebbe a kategóriába tartozik. Az is előfordulhat, hogy az egyik fél pozitív, a másik fél negatív mintát ad? Nem, mert hogy érte egy párnak, igen, egy házas párnak, így van. Hát azért nagy valószínűséggel pozitívak lesznek. Tehát, hogyha valaki pozitivitást nem tapasztal, mert ugye mondtuk, hogy tünetei nincsen, de kap egy pozitív leletet, akkor érdemes a párját elküldeni orvoshoz. Nem feltétlenül, attól függ, tehát hogyha a hölgynek, én nyilván a hölgyekkel találkozok, olyan mély nyaki előzménye van, akkor célszerű, igen. Tehát mindenképpen egyéni a terápia, és egyéni az információ is ezzel kapcsolatban. Nyugodtan segítsetek, hogyha valamit kihagytunk, milyen információkat osztanátok meg még mindenképpen a hallgatókkal, Anna? Igazából szerintem nagyon szépen össze lett ez foglalva. Én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy attól, hogy valakinek pozitív lesz a lelete, tehát magas kockázat jön ki, nem szabad elsőre nagyon megijedni, hanem el kell jutni a megfelelő szakemberhez, ebben is a babagenetika is nagyon szívesen segít, vagy a Máriavirág Alapítvány, viszont nem tabuk ezek a témák, és ezért is köszönöm mindig, hogy itt lehetünk és beszélhetünk erről, nem tabu egyik vizsgálat sem, amiről a doktor úr is mesélt, tessék elmenni szűrővizsgálatra, és legyünk egy kicsit felelősségteljesebbek. Doktor úr, úgy tapasztalod, hogy ebből a szempontból azért aktívabbak vagyunk, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, tehát nagyon sokszor halljuk, hogy szűrésre kell menni. A rádióműsorok nagy része arról szól, hogy próbáljuk az embereket motiválni, hogy előzzék meg a bajt. Mennyire vagyunk preventívek? Hát a védőoltás kapcsán például 80%-os, tehát még most is minden 5. szülő vagy házaspár nem oltatja be a gyerekét, tehát van hova fejlődni, de tudni kell, hogy egy olyan betegségről beszélünk, ami megelőzhető. Ez a nagyon fontos része, így van. Tehát, hogy itt 500 nőt veszítünk el évente, akiknek nem kéne meghalnia. Mert és hogy valószínűleg a védőoltás megóvta volna őket. A védőoltás és a rendszeres megfelelő. Pontosan. Így van. Igen, azért ingatom a fejem, meg gondolok arra, hogy még ezt forszíroznunk kell, mert ugye elmondtuk, hogy a védőoltás sem tartalmazza az összes típust, viszont doktor úr többször is célzott rá, hogy azért, és akkor ezt most nem azért mondom, hogy bárki elustuljon, de azért ez egy lassú folyamat, tehát ki lehet szűrni még idejében. Hogyha valaki a legáltalánosabb szűrésen is vesz részt, ahol csak egy kenet történik, azért a dinamikáját tekintve, amíg megjelenik egy immortális, egy halhatatlan daganatsejt, nagyon hosszú évek telnek el. Tehát ezzel a közepesen jó találati hatékonysággal is azért nagy valószínűséggel sikeres lehet, de azért a kiegészítés én szerintem megnyugtatóbb. És egy nagyon fontos kérdést a végére hagytunk, mert beszéltünk a fiatalokról, meg a szexuális élet elkezdéséről, de nem beszéltünk például a menopauza után lévő nőkről. Az ő esetükben is fontos a szűrés. Itt jut eszembe, hogy 60 fölött, vagy hát lehet, hogy már 50-nel elkezdődik, nem tudom, de hogy az immunrendszer kevésbé tud harcolni. Lehet, hogy ebben megerősít. Igen. Más okból célszerű akkor menőgyógyászhoz járni, de van egy ilyen életkori csúcsa is például a ményakdaganatos betegség, vagy ményakdaganatnak. Úgyhogy a menopauza utáni időszakban való évente megjelenés nőgyógyászati vizsgálaton ugyanolyan fontos. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Anna, még egy dolog a kampánnyal kapcsolatban. Mit tegyen, aki részt szeretne venni? A honlapon láthatóak-e a résztvevő nőgyógyászati rendelők? Nálunk is ki van rakva az, ahol be lehet jelentkezni, az a link így, amin keresztül a géndiagnosztika oldalán van fent az összes rendelő, és amennyire tudom, azért van még lehetőség jelentkezni, tehát vannak még helyek. Amit én még tényleg így nagyon fontosnak tartanék elmondani, az az, hogy sokszor tapasztaljuk azt, hogy megakadnak ebben a témában, de nem szabad. Tehát, hogy merjünk erről is beszélni, és merjünk segítséget kérni. És pont azért vagyunk mi civil szervezetek is, és nagyon fontos, mert pár hete mi elmentünk a minisztériumba is ezzel a témával, és abszolút hasonlóak a minisztériumi célok is, amit én boldogan üdvözöltem, és azért ők is azon vannak, hogy ez a HPV alapú szűrés is bekerüljön itt így a rendszerbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy minden egy irányba mutat, és mindenkinek az a célja, hogy mielőbb így megfelelő segítséget kapjanak ebben az emberek. Ezek szerint a döntéshozókkal elindult a párbeszéd. Abszolút, ez folyamatban van, és úgy tudom, hogy azért ez most már eléggé ott is tart, hogy lesz egy olyan iránymutatás, amiben már ezek vannak leírva, amikről mi beszéltünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Az elmúlt percekben a HPV-ről beszélgettem dr. Hernádi Balázssal, aki az FHM rendelő igazgatója, nőgyógyászati daganatsebész, és Sefcsik Anna volt a stúdióban, aki a Baba Genetika Egyesület alapítója. További jó munkát kívánok nektek!